A Vásáros-Naményi Tisza híd alatt állították fel azt a gépparkot, amely egyike a felső tiszai hulladékmentesítési projekt rendszerének. Ezen kívül még három másik helyen alakítottak ki kárelhárítási helyet, ahol az Ukrajnából érkező hulladékot ki lehet emelni a Tiszából. A projektet kedden délután adták át Vásáros-Naményban, melyen Pintér Sándor belügyminiszter és Áder János köztársasági elnök is részt vett. Ünnepi felszólalásában az államfő egy korábbi vizitúrás élményéről számolt be, amely alkalmával ő maga is megtapasztalta, hogy mennyi szemét érkezik hozzánk Ukrajnából. Már a vízleszállás pillanatában feltűnő volt, hogy egy lapos réten közelítettük meg a Tiszát, hogy rengeteg petpalack volt már akkor. És azt, hogy ahogy jöttünk lefelé, borzalmas idő volt, három napon keresztül esett az eső, tehát nem volt igazából ideális. De folyamatosan láttuk, különösen a visszaforgó részeken, a csendesebb részen a Tiszának, ahol föltorlódott rengeteg petpalack. És amikor kikötöttünk az egyik szálláshelyünkön, magyarok fogadtak bennünket, egy kemping volt, és mondtuk, hogy hát hogy néz ki ez a folyó. Mondták, hogy ó, hát ez semmi. És mutattak fotókat a korábbi időszak szennyezéséről, amikor voltak olyan napok, amikor a jobb parttól a bar partig lényegében teljes borítása a Tisza felületének műanyag palackkal volt. A teljes felületét beborította. A köztársasági elnök hozzátette, a szennyezés nem tőlünk származik, nekünk mások szemetét kell eltakarítanunk, ami csak állami szerepvállalással történhet. Ehhez egy kormányzati döntés is született, amely mintegy 1,3 milliárd forintos forrás biztosított a felső tiszai hulladékmentesítési rendszerek kiépítéséhez, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója szerint nemzetközi szinten is egyedülállónak számít. A cél az, hogy a Ukrajnából, illetve Romániából érkező kommunális, illetve egyéb hulladékot meg tudjuk fogni a Tisza folyón és el tudjuk távolítani, és ennek egy egyedi gépparkot kellett összeállítani, hiszen ilyenre nem igazán van nemzetközi példa. A projekt keretében először 4 megfigyelő kamerát helyeztünk el, 3 Ukrajna területén, amelyek képesek éjjel-nappal figyelni a folyót. Ebből az egyik hullókamera, ami a petpalacra különösen érzékeny. Ez alapján kiépült egy monitoringrendszer, és a monitoringrendszer eredménye alapján 4 kárelhárítási helyet alakítottunk ki, ahol ez a hulladék kiemelhető megfelelő géplánccal. Ez nem egyszerű, ez úszadékterelő úszályok kellenek, kotrógépek, amelyek kiemelik, konténerek, amivel gyűjtjük és elszállító kapacitás megtervezése, illetve beszerzése szükséges volt. Láng István hozzátette, a 4 egység 48 órán belül képes lesz beavatkozni, melyekkel kezdetben 70, majd később akár 90% körüli hatékonysággal lesz megtisztítható a felső Tisza vidéke.